Tinker Kft-nél egy ilyen modernizációs folyamat indult el, aminek az volt a lényege, hogy high-tech gyártást valósítsunk meg. Ehhez kerestünk egy már meglévő alkatrészt, amelyet gyártottunk. A teljes gyártási folyamatot meg szerettük volna valósítani, tehát hogy voltak épp egy alapanyagot betolunk a cellába, és egy teljes készterméket tudunk kivenni a cellából. Egységek kiválasztásánál árteljesítményben a lehető legjobb választásokat kellett nekünk itt megtenni. Így került sor két darab Mazak esztergogép beszerzésére, amelybe egy-egy alap robotopciót kértünk. A Mazakkal való együttműködés az jó a cégnél, nagyon-nagyon régóta együtt dolgozunk velük. Mondhatjuk úgy, hogy kiváló. Minden szinten kötődünk hozzájuk, tehát megvannak a különböző mérnökök, akik a megfelelő szinten tartják a Mazakkal a kapcsolatot. Ebben a projektben is voltak éppen ez így valósult meg, tehát külön mint a mechanikai, mint az elektronikai, mind a különböző programozás technológiai területeknél a megfelelő emberekkel fel tudtuk venni a kapcsolatot, és a mi programozónk, illetve a mi mechanikus emberünk kvázi meg tudta valósítani azt, hogy ha kérdése volt, akkor ezeket föltette, vagy ha új egységeket kellett kifejleszteni esetleg ehhez a cellához, akkor ezeket meg tudtuk tenni. Így jutottunk el például a fejlesztő központhoz, ahol a mi speciális igényeinket voltak épp angol nyelven megfogalmaztuk, küldtünk egy skiccet, hogy mire lenne nekünk szükségünk a megfelelő kapcsolásokkal, és utána ezt nekünk a Mazak elkészítette, majd a magyarországi szerviz pedig beépítette. Itt voltak épp a kiválasztás a két esztergánál a munkatérméret, a szerszámok száma volt, és ezeket kellett alkalmassá tennünk arra, hogy megvalósítható legyen ez az automatizált gyártás. Így kerültem én voltak épp képben, és nekem volt a feladatom az, hogy összehangoljam itt a gyártókat, illetve azokat a saját fejlesztésű eszközöket kifejlesszük, leginkább szoftveres interfészeket, illetve PLC-ket, PLC kapcsolatokat, amelyek ahhoz kellettek, hogy ezt a cella működni tudjon. Az alapanyagok is speciális palettán vannak, ezeket az alkatrészeket a robot felemeli, utána bearakja az első R11-esnek elnevezett Mazak esztergogépbe, egyik oldalról megmunkáljuk az alkatrészt, utána a robot ezt kiemeli és átrakja az R12-es megmunkálóba, itt készül el voltak épp a szára ennek az alkatrésznek, és utána pedig bizonyos beállítható intervallumonként történik egy háromdimenziós mérés. A mérést az ekvátor elvégzi, az alapján ugye értékel, utána átrakja az érdességmérőhöz, és utána pedig az alkatrészt vagy a kész palettára rakjuk, hogyha megfelelt, vagy pedig kirakjuk a selejdobozba, hogyha ez nem felelt meg. Az esztergépek kapnak információt arról, hogy amit ők gyártottak, az voltak épp az mekkora méretű, és ezek a gépek most képessé lettek arra téve, hogy kopásnál automatikusan cseréljék a szerszámokat, tehát testvérszerszámrendszerben tudnak dolgozni, illetve visszakorrigálják a szerszámpályába a terméknek a méretét. És ez alapján képes arra, hogy a saját maga által gyártott terméket után korrigálja.